A napi aktuális vendége a témában Rubovszky György, aki az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának KDNP-s elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Kedves okolom, jó estét kívánok! Talán az egyik legfrissebb fejlemény, hogy az MSZP részéről a Fidesznek címezve Budai Bernadett szóvívő reagált a Simon üggyel kapcsolatosan. Ő azt mondta, hogy őt idézem, az MSZP minden lehetséges alkalommal válaszol a Simon üggyel kapcsolatos kérdésekre, de a Fidesznek nem tetszik, hogy ezek következetes és igaz válaszok. Amennyiben az MSZP minden esetben válaszol, akkor hogy nem mentek el az ismételt ülésre sem? Szóval ezzel kapcsolatban hadd mondjam azt, hogy az egész ügy kapcsán február 17-én fordultam először levélbe Mesterházy Attila elnök úrhoz. Én következetesen a Szocialista Párt elnökét szólítottam meg, és én tőle azt kértem, hogy küldjön el egy adatot, egy vagyonnyilatkozatot. Én úgy tudtam, hogy ez nekik több példányban áll rendelkezésükre. A másik pedig az volt a kérésem február 17-én, hogy ő szíveskedjen megmagyarázni azt, hogy ő mire alapítja azt a nyilatkozatát, amely szerint Simon Gábor pénze a politika előtti előéletéből származó forrásfelhalmozás. Ezt ő saját maga jelentette ki. Viszont, hogyha kamerák előtt riporteri kérdésre válaszolva Mesterházy Attila kijelenti azt, hogy ő ezt lényegében Simon Gábortól tudja, ő mondta ezt neki, akkor a mentelmi bizottság ülésen miért nem tudja ugyanezt elmondani? Én erről nem tudok egyébként, hogy ő ezt kijelentette volna, ez az információ nem áll rendelkezésemre. Én nekem csak az áll rendelkezésre, hogy ezt a február 17-én írásba feltett kérdést Mesterházy Attila nem válaszolta meg. Arra a levélre adott válasza itt van nálam. Abban azt írja, hogy nincs vagyonnyilatkozat, mert a nyomozó főügyészség lefoglalta. Azon kívül jön egy jogelméleti fejtegetés a hatalmi ágak szétválasztásáról, amiből megállapítja, hogy a büntető eljárás folyamata alatt az országgyűlésnek már nincs dolga, mert a hatalmi ágak szétválasztása folytán az ügy átcsúszott az ügyészség dolga oldalára. Ez a kérdés megy következetesen február közepe óta. Azóta magyarázzuk, hogy a politikai felelősség kérdésébe az ügyészség nem fog nyomozni. A politikai felelősséget nekünk, politikusoknak kell kideríteni. Én nem teszek föl Mesterházy Attilának olyan kérdést, hogy mondja el nekem, hogy ez vagy az, vagy ez történt, az történt, amaz történt. Én egyet szeretnék Mesterházy Attilától tudni, hogy ő mire alapítja a saját álláspontját. Viszont ugye ezzel szemben jönnek a válaszok. Nem válaszolta meg ezt a kérdést. Most viszont kaptak egy választ, egy egészen érdekes hangvételű levelet, ebben pedig ugye azt írja, hogy a már rendelkezésre álló vagyonnyilatkozatokban szereplő adatkörökön túl további adatkezelésére nincs törvényes lehetőségük. Önöknek. Ezt a levelet kaptam március 5-én tőle, tehát ez múlt hét szerdán volt, ezen a héten hétfőn volt a bizottsági ülés, és ő ezt múlt hét szerdán bejelentette nekem, ezekre az adatokra, amit most a szerkesztő asszony felolvasott, erre hivatkozással nem jelenik meg az ülésen, neki egyébről nincs tudomása. Én aznap válaszoltam neki, és leírtam, hogy a 8/2014-es országgyűlési határozat, amely február 18-án lett kihirdetve, ez működteti most a mentelmi bizottságot, ez írja elő a mentelmi bizottság mostani eljárásának a kötelező keretét. Ebbe az első kérdés az, hogy bizottság tárja fel, hogy Simon Gábor eltitkolt 100 milliói származhattak-e legális bevallott jövedelméből. Ez az első kérdése az országgyűlési határozatnak, melyre nekünk március 31-ig válaszolni kell. Én rögtön meghívtam Mesterházy Attilát, és leírtam, hogy van ez a határozat. Senki nem tudja megmondani, hogy Mesterházy Attila mire alapítja azt, hogy ennek a pénznek nincs köze a politikához, Mesterházy Attilán kívül. Viszont miért nem együttműködő az MSZP-hez? Azért is kérdezem, mert ez ismételten csak visszatérve Budai Bernadetthez volt egy ilyen kijelentése is, hogy lényegében Simon Gábortól a párt a lehető leghamarabb megvált, és az MSZP-nek legalább annyira érdeke, hogy kiderüljön az
az ügy minden részlete, mint a közvéleménye, akkor miért nem működnek együtt? Mert hogy ön volt tisztelettel... ez a két már úgy fogalmazott, hogy soha nem látott még ilyen együtt nem működő példamutatást. Igen, ezt én szerdán elmondtam, sőt azt mondtam, hogy ez valami össznépi szocialista bezárkózás az ügyel kapcsolatban. Ilyen nem volt. Eddig a négy esztendő alatt ugye megéltünk mi Gyurcsán Ferenc ellen előterjesztett mentelmi ügyet. Tökéletesen egyetértve a szocialista képviselők akkori mentalitásával, mind az oroszlán úgy harcoltak a bizottsági ülésen, ez a dolguk. Simon Gábornak volt már egy államtitkári korban lévő kifizetések teré miatti ütlenkezelése miatt szintén egy mentelmi ügye. Végig dolgozták a képviselők. Ilyen nem fordult elő még. Ebbe a Simon ügybe február 8-án kezdtük a, aztán február 8-án kezdtük a munkát, attól kezdve egyetlen bizottsági ülésen egyetlen szocialista párti képviselő nem jelent meg. Viszont egy ilyen felelősségteljes pozícióban, mint amiben Mesterházi Attila van, azért ő mégiscsak az MSZP-nek, vagyis hát ennek az összefogásnak, vagy kormányváltásnak, ugye folyamatosan változik a nevük, ennek a miniszterelnök jelöltje, neki nem jó szóval követő példával kéne eljárnia? Elnézést. Ugye itt arról szól az egész történet, hogy az országgyűlési képviselőknek elő vannak írva kötelezettségek, nagyon sokszor szankció nélkül. Ennek az a magyarázata, hogy mindenki joggal elvárhatja attól a ma 386 jött-től 199 embertől, hogy példamutatóan jogkövető magatartást tanúsító emberek legyenek. A egyszerű frakciótag is. De nem a miniszterelnök jelölt, hát a miniszterelnök jelölt az oldalnak a zászlója. Hát ne haragudjanak, egyszerűen az országgyűlési határozatról nem vesz tudomást, nem hajlandó tudomást adni. Az kifelé nincs kötelező ereje, de befelé az országgyűlésre magára nézve és a képviselőkre nézve az országgyűlési határozat az a legszigorúbb jogszabályok egyike. Tehát nincs joga Mesterházi Attilának ezt megszegni. Viszont azon túl, hogy a baloldalt minősíti ezzel, ön úgy fogalmazott, hogy akár fedezhet is. Én ugye azt mondtam ott a bizottsági ülés után, hogy én nem hiszem el, hogy itt nem falazásról van szó. Hogy kinek falaznak, nem tudom megérteni. Tudni, hogy azt kell végignézni, hogy... És a magatartások egyformák. Először ugye úgy kezdődött ez az egész eljárás, hogy én Simon Gábornak írtam egy levelet, hogy képviselő úr, van egy ilyen panasz önnel szembe, legyen szíves, törvény szerint 5 napon belül reagálni. Fölhívott telefonon, azt kérte, hogy ezt így vagy úgy kézbesítsen neki, mert, és természetesen jönnek a nyilatkozatok, minden rendeződik. Mintha Mesterházi Attilának az okfejtését látnám, Simon Gábor azt írja nekem, hogy azért nem írta be ezt az összeget a vagyonnyilatkozatában, mert nincs a nyomtatványon ilyen rovat. Illetve, hogy éveken keresztül jó hiszeműen na most hibázott. Elnézést, ő megtalálta a rovatot, mert a rovatban nem 240 millió forint megtakarítást tüntetett fel, hanem feltüntetett 5 millió forintot. Majd azt mondta, amikor a panaszt tőlem megkapta, hogy kiavítja vagy önnyilatkozatát, kiavította, megint megtalálta a rovatot, de akkor nem 5, hanem akkor már 9 millió forintot írt be. Ez pont ugyanaz. Mesterházi Attila arról beszél, hogy a politikai felelősség kiderítésébe ő nem akar részt venni, a jogi felelősség meg az ügyész által ki lesz derítve. Most pedig ott tartunk, hogy lényegében a központi nyomozó főügyészség azon túl, hogy őrizetbe vette Simon Gábort, most már a letartóztatását is kezdeményezte. Ön pedig ezzel párhuzamosan azt mondja, hogy március 24-ére megpróbálja ismét Mesterházi Attilát meghívni a bizottsági ülésre. Elnézést, a bizottság kellően föl volt háborodva a levelezésen, amit én ott akkor ismertettem a bizottsággal, és igazoltam velük, hogy március 5-én a szocialista frakció kézbesítő könyvvel átvette a válaszomat, amire egy hang nem érkezett, nem is volt nyilatkozat, semmi, hogy ő erről mit, ilyen véleményt alkott. Ezt válasz nélkül hagyta, egyszerűen nem jelent meg. Engem köt a bizottsági döntés. A bizottság úgy döntött, hogy 24-én próbáljuk meg az ügyet lezárni, mert 31-ére el kell készíteni a jelentést, de tegyünk még egy kísérletet,
És egyszerűen azt kérték, hogy a lehető legszigorúbb hangon készüljön az elnöki felkérés Mesterházy Attila frakcióvezető úrnak. Ezt azért mondom, mert én megszólítottam, mint elnököt, ő válaszolt nekem, mint frakcióvezető. Nekem már van egy tervezetem, ezt már csak pontosítanom kell egy-két kérdésbe, holnapi nap elmegy. Én ezt a levelet nyilvánosságra fogom hozni, ezt a levelet természetesen először megküldöm Mesterházy Attilának. Ebben a levélben kronológikus sorrendben fel van tüntetve az összes esemény, a lényeges válaszok és a válasz nélkül hagyott kérdések, és egy utolsó kísérlet abban, hogy jelenjen meg 24-én 11 órakor, vagy ha ideje, én elnéző vagyok, és türelmes, és kampány van, ha a pártelnöknek ideje, akkor legalább a kérdésekre válaszoljon írásba. Elnök úr, egyetlen egy percünk van még a beszélgetésből. Mi történik akkor, hogyha Mesterházy Attila mégsem megy el március 21-én erre a meghívásra, vagy nem válaszol erre a meghívásra? Mert ugye a jelenlegi körülmények közepette például kötelező a megjelenés, de mégsem szankcionálhatják, hogyha nem megy. Én nem tudok más tenni, mint azt, hogy az országgyűlés által nekem feladatú szabott jelentést elkészítem, és a jelentésben részletesen meg fogom indokolni, hogy ebbe a kérdésbe a bizottság azért nem tudott tenni, mert ebbe a közreműködői negatív magatartásba ütközött, ebbe a kérdésbe meg abba. Ha szabad így mondani, igyekszem áthárítani a felelősséget, és majd az országgyűlés, illetve a nyilvánosság el fogja bírálni ezt a Mesterházy féle magatartást, ami most nem tudom, hogy Simonos, Mesterházy is, vagy csak egyszerűen szocialista. Rubovszky György, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.